Szép estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak, mármint a tanítványok. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk a Szentlélek eljöveteléről. Pünkösd ünnepén, a keresztény felekezetek ünnepi alkalmain így szólalt meg az ige. Így tapasztalhatták meg a gyülekezeti közösségek a Szentlélek erejét. A következő percekben egy összefoglalót láthatnak a debreceni felekezetek ünnepi alkalmaiból. Húsvét után az 50. napon, vagyis pünköstkor a Szentlélek leszállt Máriára és az apostolokra. A csapókerti görögkatolikus templomban Kis László parókus rámutatott, hogy az ünnep főéneke arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus az apostolokat arra tanította, hogy együtt jobb, mint külön-külön. A 12 apostolnak mindegyiknek megvolt, vagy akár ha Pált is oda vesszük, megvolt mindegyiknek a saját élete. Megvolt a maga bölcsessége. Jó volt az életvezetésük, tudták szervezni az életüket, gondoskodni tudtak a rájuk bízottakról. Működött az életük. Jézus valami másféle bölcsességre hívja őket. Egy átfogóbra. Ma talán, hogyha nem lenne egy kicsit más csengés, hogy azt mondanánk, hogy holisztikus bölcsességet adott nekik. Hogy nem csak egy részterület fontos, hanem fontos a Teremtő Isten szemszögéből nézni a mi világunkat, a mi életünket. És ezek az apostolok nyitott szívvel tanulni akarnak ebben az iskolában, az életiskolájában. Mennyiszer mondjuk, hogy olyan sok felesleges dolgot meg kell tanulni az iskolában. Igen, van olyan, de az is igaz, hogy nem mindig tudjuk, hogy később mi válik hasznunkra. Meg talán sokszor a sok felesleges dolog arra is való, hogy egy kicsit meggyötörjön minket és felkészítsen az életre. Mert az élet az nehéz kihívás. De ezek az apostolok, ezek sok értékes és használható bölcsességet kapnak az életvezetésükhöz. Mert mi abban hiszünk, hogy a keresztény értékrend az gyakorlatias. Megvan egy nagyon szép elméleti háttér, de mint ahogy Karl Rahner, német teológus mondta egyszer, illetve az egyik könyvének ezt a címet adta, hogy a hit praxisa. Igazából nekünk az a feladatunk, hogy a hitnek a gyakorlatát úgy alakítgassuk, hogy éljük az életünket, döntéseket hozunk, persze reflektálunk arra, hogy mit tettünk jól, mit tettünk nem olyan jól, és megyünk, haladunk tovább előre. Egy ilyen fajta bölcsességre hívja a keresztény embereket, a mai világnak a keresztény embereit és minden embert a Szentlélek. Az egész emberiség keresi a világ titkainak a megfejtését. A Szentlélek a halászokat és az embereket bölcsekké tette, és összehívta őket azért, hogy egybehangzóan dicsőítsék az Istent, mutatott rá görögkatolikus parókus. A Szentlélek a közös utakra hív minket. Arra hív, hogy megpróbáljunk együttműködni. Olyan különleges a Rubljovnak a Szent Háromság ikonja. Ahogy a három idegen, vagy a három ismeretlen ábrázolja, ahol Ábrahám vendégül látja őket, és ezt a három ismeretlent, vagy idegent a Szent Háromság személyének gondoljuk. És ami nagyon fontos, hogy hát úgy néz ki, hogy mind a három ilyen angyalként van lefestve, mind a hárman. De gyakorlatilag nem egyformák. És hogy nem csak, hogy nem egyformák a ruháik színe, és mindegyiknek van jelentése, hanem hierarchia van köztük. Alá-fölé rendeltségi viszony. És mi az életben azt tapasztaljuk, hogy sokkal könnyebb azzal együttműködni, akivel hasonló gondolkodásúak vagyunk. Akivel nagyjából hasonlóképpen reagálunk. Akivel hasonló dolgokat gondolunk. És pont a Szentlélek hív minket arra, hogy tudjunk együttműködni. Úgy is, hogyha alá-felé rendeltség van. Úgy is, hogyha különbség van. Hogyha véleménykülönbség. Hogyha
az élet dolgaival kapcsolatban hozzáállásbeli különbség. A Szentlélek ebben nem fárad bele. Nem mond le rólunk. Mindig harcol értünk és szurkol nekünk. Szurkol, hogy egyet legyünk. Egyek legyünk. Múlt vasárnap is idéztem, nagyon megtetszett nekem, egy ballagáson hallottam azt az afrikai közmondást, hogyha egyedül akarsz menni, illetve ha gyorsan akarsz menni, akkor menj egyedül. De ha messzire akarsz érni, akkor menj közösségben. Nyilván emögött ott van egy afrikai tapasztalat, lehet egy szavannának a tapasztalata, hogy azért egyedül ott el lehet veszni, nem csak tévedni, hanem meg is lehet halni. Bizony a Szentlélek az egyház születésnapján, hisz a pünkösdöt ennek tartjuk, ezen a napon különösen is arra hív minket, hogy keressük egymással a kapcsolatot, keressük azt, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni szűk közösségünket, tágabb közösségünket, világunkat. Orgona szóval kezdődött el az ünnepi istentisztelet a református nagy templomban. Az apostoli köszöntés után a lelki testvérek egymást kézfogással üdvözölték. Pünkös történetét Olá István lelkipásztor olvasta fel a gyülekezetnek, ahogyan az apostolok cselekedeteiről írott könyvben található. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, az ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Míg szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot, a nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Besztercei András lelkipásztor az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 37. és 38. versében található Szentige alapján tett igei bizonyságot. Prédikációjában a Szentlélek csodájáról szólt. Pünkös csodája számomra az, hogy a sokból, a sokféléből, a szétszórtból, a megosztottból, a különállóból újra egy lett. És egy lesz ma is. Pünkösd az egy ünnepe. Ebben a gyülekezetben is. Egyszerű jel. Pár hete újra itt van közöttünk ez a szép szokás, hogy Isten tisztelet előtt kézfogással köszöntjük egymást, mert tudjuk, hogy nem egyek vagyunk ebben az értelemben. Nem csak én vagyok, hanem közösségben vagyunk. Áldás, békesség, testvérem! Örülök neked, hogy itt ülsz mellettem. Sokakból egység. Sokan egy szívvel, egy lélekkel, egy gondolattal, egy akarattal, egy érzéssel, de ez nem az uniformizált és az uniformis érzése. Ez nem a parancsra létrejövő egység, ez nem a parancsra megvalósuló
egyfelé gondolat és egy irányba való indulás, hanem ez valami egészen más. Ez nem kierőszakolt és nem elvárt, hanem ez valahol belülről jön. Szívünk legmélyéről jön ez az indulat. Egyek akarunk lenni, egységben akarunk lenni, és ennek a gyümölcse ez az érzés. A nagy templomban a pünkösdi ünnepi istentisztelet szeretett közösségben úrvacsorával zárult. Harangszó hirdette a Szentlélek kitöltetését, és hívta az örömünnepre a híveket a Szent Anna székesegyházba. A hívásra sorra teltek meg a padok a lelki hajlékban. Pünkösdkor jön el a Szentlélek hozzánk, akkor ígérte meg Jézus a Szent Lelket, és ezért fontosnak tartom. Kislányom most volt első áldozó, és a mindennapi életünket végigkíséri a hit, a szeretet, és... Úgy éljük az életünket, hogy tényleg ez áthatja a mindennapjainkat. Igazából a Jóisten szeretetéből merítünk erőt a nehézségeinkben, örömeinkben, hálát adva és megköszönve mindent neki. Tehát mi nem csak pünkösdkor jövünk a szentmisére, hanem az életünk része, Krisztus. Megnyugtat. Mert ha nem jönnék el, akkor gyötröm magamat miatta, hogy miért nem jöttem, eljöhettem volna. És így pedig nyugodt vagyok, hogy jó helyen voltam, és eleget tettem. Krakonperger Zoltán plébános arra az összefüggésre hívta fel a figyelmet, amely Urunk Jézus Krisztus húsvéti győzelme és a Szentlélek eljövetele között felismerhető. Az üdvözítő Jézus erre a világra árasztott. Nem fog bennünket magunkra hagyni. Nem fog visszavonulni ebből a világból. Az üdvözítő Jézus művét állandósítja a történelem végéig, a tér és az idő keretein belül. Ezért mondtam a Szent Mise bevezetőjében, hogy az első pünkösd óta egyetlen egy korszak, egyetlen egy emberének sem kell nélkülöznie azt, hogy kapcsolódhasson életek forrásához és végső céljához, a teljes Szent Háromság egy Istenhez, és nem csak gondolatilag, nem csak vágyainak a szintjén, hanem egy Isten által garantált módon, az elevenítő Szentléleknek köszönhetően. Ilyen szépséges összefüggés fedezhető fel Urunk Jézus Krisztus húsvéti győzelme és a Szentlélek kiáradása között. Egyáltalán nem fogunk csalódni 2024-ben várakozásainkat illetően, amelyek pünkösd ünnepére vonatkoznak, hiszen mindnyájan tele vagyunk várakozással. Mert mi magunk is szeretnénk átélni az első pünkösdnek a csodáját. Pünkösd vasárnapjának délelőttjén az evangélikus hívek a Miklós utcai templomban gyűltek össze. Öröménekkel fejezték ki közösségük háláját az iránt, hogy Jézus ígérete szerint jelen van a mindennapokban a Szent Lelke által. Szerető mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged! Pünkösdi hagyomány, az ünnepi alkalom része a fiatalok vallástétele. A konfirmációval ők maguk tettek vallást hitükről, ők maguk vallottak arról, hogy Krisztus testének felnőtt tagjaivá szeretnének lenni. Ennek fontosságára mutatott rá Asztalos Richárd lelkész ige hirdetéseiben is. Jézus azt ígérte nekünk, hogy ha valahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő ott van velük, és megadja az ő szívük kérését. Úgyhogy én megmondom őszintén, nem csüggettem el, mert amikor megismertelek benneteket, akkor azt éreztem, hogy talán ez is egy ajándék mindannyiunk számára,
hogy kevesen, de el nem csüggedve, kicsin sereny gyaránt, készülünk hétről hétre, alkalomról alkalomra a konfirmációra. Számomra ez egy ajándék volt, és hát a konfirmáció és az ajándékozás az sokszor összekapcsolódik. Igaz, kedves szülők, meg nagyszülők? Mert hát valószínűleg megajándékoznak benneteket valamivel, megajándékoz benneteket a gyülekezet is, és hát még valamit kaptunk, amiről Jézus mint egy ajándék gyanán beszél, amikor azt mondja, hogy kaptok szent lelket ajándékul. Mert az imádság meghallgatása, az nem mással jár, mint azzal, hogy kapunk szent lelket. Hiszen ő bennünket mindenkor, kicsinségünk, kicsin közösségeink ellenére mindig azzal arra bátorít, kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. És úgy hiszem, hogy ti magatok is kértetek. Kértetek tanácsot már, kértetek segítséget azoktól, akik ott vannak körülöttetek, és azoktól is, akik talán távol vannak. És ez a kérés lerövidítette a két ember közötti utat. Kerestetek megoldást, kerestetek új utakat, kerestetek meg annyi dolgot az életetekben, méghozzá azért, mert ez adatik nekünk, mint egy életfeladatként, keressük a helyünket, keressük a dolgunkat, keressük azt a helyet, ahová az Isten állít bennünket. Az evangélikus lelkész egy történeten keresztül arról beszélt, hogy a legdrágább ajándék, amit Istentől kaphatunk, az a vigasztaló Szentlélek. Az első pünkösdön, az első húsvét utáni 50. napon bizony ebben részesültek a tanítványok, akik megfosztott, koldus szívvel várták azt, hogy Jézus ígéretet tett nekik, és ott volt velük még 40 napon keresztül, nem értették, hogy mi is lehet ennél több, mi is lehet ennél jobb, és mi is lehet ennél nagyobb. És a legdrágább ajándéknak a megérkezését egy csodálatos esemény sorozat az, ami övezi szélroham, zúgás és lángnyelvek kíséretében, ahogyan arról az apostolok cselekedeteiben is olvasunk. De a legnagyobb csoda nem az volt, hogy ezek a természet fölötti események megtörténtek, hanem az, hogy több mint 15 különféle nyelvterületről érkezett jelenlévők, annak ellenére, hogy nem egy nyelvet beszéltek, mégis képesek voltak megérteni egymást. Nem azért, mert a nyelvi akadályok elhárultak volna, nem azért, mert valami gyors talpalóra beiratkoztak, hogy megismerjék, elsajátítsák a másik népnek a nyelvét, hanem azért, mert az Isten tette őket képessé arra, hogy megértsék a másik embernek a beszédét. Mi sokszor ebben a világban nagy csodát élünk meg, amikor az egyik ember megérti a másikat, amikor szót értünk egymással. De az igazán nagy csoda akkor van, amikor az ember megérti az Istennek a szavát. És hát ez nem megy magától. Ez nem csak tanulásnak a dolga, ez nem csak az éveken át tartó hittanórai részvétel, meg a konfirmációi oktatás előkészítőnek az átélése, hanem tudjuk jól, hogy azt kérni kell magától az Istentől. Mert kinek lett az életében a Szentlélek ajándéka élővé és hatóvá? Hát annak, aki kérte, annak, aki kereste, és annak, aki várta. Az Új Remény Baptista gyülekezet tagjai a Meteor központban gyűltek össze pünkösd alkalmából. Tóth Sándor lelkipásztor ige hirdetésében arra mutatott rá, hogy a pünkösdi események úgy történtek, ahogy azt Jézus előre bocsátotta. Jézus tehát az utolsó földön elhangzott szavaiban beszél a Szentlélek eljöveteléről, és meghatározza a Szent Szellem munkáját is, amit azokban is azok által fog végezni, akik bemerítkeznek Szent Szellembe. Csia Lajos fordításában az apostolok cselekedetei könyve első és 5. verse így hangzik, mert János vízbe merített, ti ellenben nem sok nap múlva Szent Szellembe fogtok bemerülni. Mit is emel ki tehát Jézus azokban az igékben, amit olvastunk, hogy tanúim lesztek.
mártírjaim, tanúbizonyságtevőim lesznek, azaz bizonyítékok lesznek. Tanulnak lenni azt is jelenti, hogy bizonyságok vagytok. Önmagatok vagytok bizonyságok, a ti életetek egy bizonyság, amit veletek és veletek Jézus tett. Egy bizonyság vagytok. Ezt is mondja az írás. A Szent Szellemben való bemerítés az újjászületéskor történik meg. Ekkor ugyanis, hogy az ember bűneit megvallja, felismeri vétkes bűnös, és felismeri Jézus Krisztusban, hogy ő meghalt az én bűneimért, mint tökéletes és tiszta, mint Isten fia, és ő feltámadt a reménységemért, és aki hitét beleveti ebbe, és elhiszi, hogy Jézus az ő bűneiért halt meg, és szenvedett a kereszten, kifizette a bűnei büntetését, azt a Szentlélek újjászüli. És a Szentlélek újjászületésével megteszi Isten szelleme, hogy bemeríti a Krisztus testébe. Azaz bekapcsolja a Krisztus testébe általánosságban, globálisan és a helyi szinten is. Ezt látjuk az első gyülekezetnél, hogy Isten szelleme elhelyezi az ember, beplantálja az ember egy helyi gyülekezetbe, Krisztus testének részébe. Ami helyi gyülekezet Krisztus testének a része. Egy nyá és sok akkor, mondja a Biblia, tehát sok része van a Krisztus gyülekezetének, az univerzális gyülekezetek, akik voltak, vannak és lesznek, és a világon bárhol Krisztusba vetik a hitüket. És a Szent Szellem az, amikor Szent Szellem bemerül valaki, tehát a Szent Szellem bemeríti a Krisztus testébe, létrehozza az újjászületett szellemben a bizonyosságot, hogy Isten gyermeke vagyok. Ez természetfeletti dolog, ezt racionálisan nem lehet felfogni. Ezért az újjászületés nélkül nem lehet keresztény életet élni. Mert nem, nincs benne a Szent Szellem által a bizonyosság, a megértés, a meggyőződés, a hitáltali meggyőződés, nem az értelmi, a hitáltali meggyőződés, hogy én Istenhez tartozom. Sőt, gyermeke vagyok az Istennek. Az ige hirdetést követően a közösség tagjai, Krisztus követői öröménekükkel adtak hálát a hallott igéért, a Szentlélek jelenlétért, Isten végtelen szeretetéért. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten ismét várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!